A Jászárokszállási Szent Erzsébet Karitás csoport karácsony előtt advent negyedik hétvégéjén szervezte meg az év utolsó csomagosztását a civil szervezet közösségi házában. Különböző adományokból többféle csomag összeállítására nyílt lehetősége ebben az évben a Karitás csoportnak. Az Egri Karitás központból kapott adomány 20 darab tartós élelmiszereket tartalmazó csomag összeállítását tette lehetővé, amit továbbiakkal egészítettek ki. Gerges Sándor és felesége fölhívtak telefonon, hogy támogatják ugyanúgy, mint évtizedek óta a csoportunkat pénzösszeggel, amin tartós élelmiszert vásárolunk, és a rászorult nagycsaládosoknak adjuk oda. Nagy örömünkre, hát nagyobb összeget adott, mint más években, tehát 200 ezer forintot kaptunk arra, hogy vásárolhatunk. Tessék. Nagyon jó érzés, és köszönök szépen mindenkinek mindent. A sok rossz után az évben legalább egy kis örömet kapott az ember. A tartós élelmiszerek mellett ezen a hétvégén édességeket, kisebb ajándékokat tartalmazó szeretett csomagokat is osztottak. Főképpen sérülten születettek kapnak meg nagycsaládosok, idős magányos személyek, akiknek talán lehet, hogy a nyugdíjuk megengedni, de hogy nem kapnak senkitől. Ehhez ugye föl kell mérni azt, hogy kik ezek a személyek, és az apartmanház lakóinak 140 csomagot készítettünk. Mindezen túl még kifejezetten a gyermekek számára készített angyalbatyú ajándékdobozok is gazdára találtak a Karitás segítségével. 2005 óta tartunk élő Betlehemet a templomban és a templom mellett, és vagy 8 éve az, hogy az iskolából a szülők a gyermekeik által küldenek szeretett csomagot, amit jelenleg angyalbatyúnak nevezünk. Hát mindenki azt tesz bele, amit éppen használható dolgot, édességet, játékot a gyermekek részére, és nagy öröm az, hogy ráírják, hogy hány éves korú fiúnak vagy lánynak való ez a csomag. A helybéliek adományaiból összességében mintegy 120 darab angyalbatyú ajándékdobozt tudtak összeállítani ebben az évben, amit nagyrészt a Jászárokszállási nagycsaládosok számára osztottak szét advent negyedik hétvégéjén.